áramszállító autó hajt ki a területről, ami évszázadokon át fontos szakrális helyszíne volt Tolnának. Itt a Sorompon túl, az egykori selyemgyárnál ugyanis egy apró, de annál fontosabb és különösebb történettel bíró kápolna állt évszázadokon keresztül. 15. században épülhetett, és az érdekessége az, hogy ez ugye teljesen eltűnt a mai napra. Egyetlen egy térképen láttuk a maradványait, egy 1680-as körüli térképen, és azt hittük, hogy a Dunába beleszakadt, elmosta a Duna, és a legnagyobb meglepetésre ugye ez előkerült végül is. Ez egy nagyon érdekes történetű kápolna, ugyanis ezt volt egy nagy temploma Tolnának. Ugye a katolikus keresztény időkben az egyházszakadás előtt azt használták, és a Szent Bertalan kápolna egy egyszerű kápolna volt. Később viszont a reformáció ideje alatt egyre nagyobb számba lettek reformátusok Tolnán. Kezdetben a Szent Bertalan kápolnát használták a reformáció hívei, hiszen kevesen voltak, elfértek itt is. Aztán fordult a kocka, és egyre nagyobb számba lettek a tolnaiak reformátusok, így megkezdődött a harc a nagy templomért, végül is a reformátusok győztek, és a katolikusok kiszorultak ide a Szent Bertalan kápolna köré. De ne szaladjunk ennyire előre az időben, fontos ugyanis megállni egy pillanatra annál a bizonyos egyházszakadásnál. Akkoriban nem volt ritka, hogy a katolikusok és a reformátusok szó szerint vérre menő harcokat vívtak egymással, és nem volt ez másként Tolnán sem. Heves vérmérsékletűek révén a tolnaiak is, de ez más településen is jellemző volt. Tehát nagyon heves összecsapások, harcok, viták voltak itt. Hát különösen Sztárai Mihály, aki ugye református prédikátorként nagyon-nagyon heves vérmérsékletéről ismert. Tehát a szószékről is heves kirohanásokat intéztek egymás vallása iránt, és ez természetesen a néplélekben is tovább gyűrűzött, úgyhogy itt voltak elég kemény viták és összecsapások, és hát ez alapján alakult aztán ki, hogy ugye a reformátusok kerültek többségbe Tolnán, katolikusok kevesebben maradtak. Aztán, amikor Valész grófék megkapták, a Habsburgok elfoglalták ugye Magyarország területét, és Valész grófok megkapták uradalomként az addig szabad Tolna területét, ez jelentősen megváltozott, ugyanis ők katolikusok voltak, és betelepíteni is csak katolikusokat telepítettek be. Szent Bertalan Jézus 12 apostolának egyike volt. A legenda szerint élve megnyúzták, ezért később az állati bőrrel dolgozók védőszentje lett. És bár bizonyíték a mai napig nincs rá, vélhetően éppen ez volt az oka, hogy róla nevezték el a tolnai kápolnát. Malom utca, Fürdőház utca, Festetics utca környékén valahol pontosan nem tudjuk azt sem még beazonosítani. Valahol ott volt a nagy templom, a vár területén belül. Ez a város szélén volt gyakorlatilag egy kisebb templom, és ami érdekes, hogy Szent Bertalan, ugye a szűcsök, bőrrel dolgozók, hússal dolgozók védőszentje volt. Mivel ez mellett találtak egy csontgödröt is, ahol állatok maradványait találták, ezért vetődött fel a kérdés, hogy lehet, hogy ezen a területen éltek a szücsök, a bőrrel dolgozók esetleg, és az ők építették ezt a kápolnát esetleg, de hát ez nem bizonyított, de lehet összefüggés.
A kápolna tehát a 15. században épülhetett, erről a környékén megtalált sírok árulkodnak, amik szép számmal tartalmaztak temetkezési ékszereket is mások mellett, mert hogy az épület körül temetőt is kialakítottak, ami messze földről Tolnára érkezett vándorok végső nyughelye is lett. Vannak olyan adatok, hogy például a török időszakban az olasz és külföldi kereskedők is, akik itt haláloztak el Tolnán, ide temetkeztek. Hát ezt a kápolnát találták meg 2005-ben a régészeti feltárás alatt, és dr. Gál Attila és Ódor János a mostani vezető vezetésével megindult egy feltárás, ahol is teljesen feltárták ennek a kápolnának és a köré épített temetőnek, vagy létesített temetőnek a majdnem teljes területét, mert azért voltak beépített részek, amit nem tudtak teljesen feltárni. Előkerült egy kis kápolna, amit aztán Szent Bertalan kápolnaként azonosítottak. Ez nem volt nagy, 11,3 méter hosszú és 6 méter széles lehetett a kápolna, és a körülötte lévő temető, ahol elkülöníthetően meg lehetett a törökkori és később aztán a sváb temetkezéseket is különböztetni. Az biztos, hogy a mostani tolnai nagy templomot 1773-ban adták át. Ezt követően a kápolna már csak a temetkezések egyik fontos helyszíneként funkcionált, később pedig a selyemgyár egyik épületét húzták fel a helyén. Akkor viszont még senki nem sejtette, hogy az építkezés helyszíne a tolnai ősök egyik legfontosabb szakrális területe volt hosszú évszázadokon keresztül. Erre csak sokkal később derült fény. Tolna története tehát tele van feltáratlan történelmi titkokkal. A kápolnáról már tudunk egyet s mást, de hogy például hol volt az egykori nagy templom, azt a mai napig homály fedi. De talán ez nem marad örökre így.